tudhatja, vagy a játéknak a fejlesztője, vagy valaki, aki megfigyeli. Szóval senki. Senki a jó válasz itt. És még belefér egy-egy pálya abból a vizes galaxisból, és még a játékos galaxisból is. Aztán utána abba hagyom, szerintem. Mentsük el. Franco. Zsír. Lehet, hogy ott már megépült az az ágyú, és meg tudom szerezni az alternatív csillagomat. Valamely fogalma sincs. Faster than a speeding penguin. Ez aztán a név. Az ágyú még mindig épül, ahogy látom. És éppen pihen az a faszkap, hogy még mindig csákennyel vágja azt a dolgot. Bármi is az ponyva. A szemüvegesek fejjel, majd mindjárt váltok egy szót. Na gyerünk ide ezekkel a starbitekkel. Aha. Oké. Okay. Nem akarok versenyezni, szakadok nem én. Úgyis versenyeznem kell ezek szerint. Aha. A coach-sal kell beszélnem. Az edzővel. Ó, szegényke. Két egy seggfej vagy... Ez még valóban épül, de azért beszélek vele. Oké. Okay. Hát, hogyha azzal csákányal vágod, akkor lehet, hogy egy hamar nem tudod majd megjavítani. Mit mondod? Á, ezzel lehet oklasítani, hogyha ezt a szart használom, így mert mindent értek. Ezt korábban is tudhattam volna. Hol kell beszélnem a coach-sal? Hát, megint te. Seggfej. Na. Aha. Köszi, köszi. Azt hittem, hogy egy rossz arc vagy, de mégis egy tippet adsz nekem, ez is furam. Rendben, hova kell mennem akkor? Hol van a coach? Te vagy a coach? Yeah, sure. A pingvinek biztos, hogy gyorsabban úsznak nálam sajnos. Hogy belemegyek a vízzel, nem is úsznak nálam gyorsabban, akkor szopjatok le mind. Ha! Gyorsabb vagyok, ribancok! Na, ez pont egy sebességgel mentünk, de mégis hogy gyorsabb vagyok. Mint rólad piros pingvin. Szopd le, szopd ki! Azt nem tudom, melyik ennél érdemesebb, mert most ezen megyek el, mint lehet, hogy tök mindegy. És nincs valahol ilyen busztoló gyűrű, amiről beszélt nekem az a Guppy barátunk? Hogy őt Guppynak hívják egyáltalán? Nincs itt egyáltalán ilyen gyorsító gyűrű, ezek totál át akarnak engem verni? Szopjanak le? És úgy néz ki, hogy szerintem közel vagyunk a versenynek a végéhez. Ott egy gyorsító gyűrű ideje volt, mert... Na. Így is eléggé első vagyok, de azért köszi. Pár másodperccel rövidebb lesz a verseny. Közben a levegőre is oda kéne figyelnem. És itt is van a célegyenes. Ugye ez a célegyenes, akkor ilyen delfinugással... Nye. Nem tudom, hogy a delfinnek miért lóhangja volt, hogy nye. Nice. Aranymedált kérek szépen. Nem csúnya a pingvin, ilyen mérges feje van a szemöldök, vagy mi a szar. Ez a szemöldök egyetlen, vagy a haja, vagy mi az? Mindegy, ide ezzel. Juhú, betépett... Hogy is hívják a háttérben? Shark. Cápa. Na, úgy néz ki, hogy 75 csillaggal fogjuk zárni most ezt a felvételsos sorozatot, és majd ezt a Hungry Lumet majd később megetetem. Most inkább a játékos galaxisban kezdenék valamit. Toy Time Galaxy. Itt
De majd a következő felvétel részletnél pontosabban. Már részleg is, ja, a részleg az nem annyira jó kifejezés, de majd a következő felvétel részletnél majd megértetem azt tudom, ha nem egy ki a fejemből, Mario meets Mario. Ó. Ó, ez lehet, hogy kaki lesz. Ez minden bizonyal az egyik legnehezebb galaxis, de valamiért szeretem is. Meg totál egymásnak mentetek barmok. Váltsunk egy szót. Hé, még mindig beszélsz. Ó, ez tényleg kellett. Ennek beszélek a kis barátoddal. Na? Nem, te? Például? Ki tudja. Na, menjünk el Mario. Ott egy szívecske, szó, milyen cuki. Mind a szívecském van. Itt van egy ilyen darabka. Ó, jaj, egynek a spooky szarnak a tetején. Á! Ah, a picsába pedig kurva lehet volna, hogy ezt pont megúszom. Nem lett volna tök menő? De, tök menő lett volna. De nem, elvették tőlem ezt a dolgot. Itt van még egy Hungry Luma, ugye van elég izém. Mondta csak 20-at kérsz, vagy valami ilyesmi. Aha, 50, akkor kap be. Közel nem vagyok az 50-hez. De, közel vagyok az 50-hez. Kazakot, ott fel kell vennem. Pedig titeket el akartalak hanyagolni. Ne, egyel kevesebb van. Van még egy vanapot is kisajtoltam belőle. Ó, jaj, ez közel volt. Egy alternatív csillaggal fogjuk ezt most befejezni. Mert szerintem ez egy alternatív csillaghoz fog elvezetni minket. Zsír. Ó, az egy kaki. Ó, az kaki egy galaxis. Jó, ezt nem szeretem. Mind inkább bolygó. Nem tudom, hogy nevezhetném azt a szart. Nem szeretem. Se baj. Ilyenkor nem tudom felvenni rólad. Na. Valamiért nagyon nem szeretem ezt. Ugorjak? Oké, majd ugrak, ki van. A másik oldalán van egy... Na, részben nem nyomjatok össze, mert igen, ide el akarok menni. Köszike. Most nem látok semmit. És ide át kéne mennem. Oké, ez most egy nem jött össze túlságosan. Jobban fogok látni. Gyerünk, a másik... Mi a fasz? Azt mondtad, hogy ugorjak? Én ugrottam. Na. Így kell ezt csinálni. Oké. Most már csak a kamera baszakodik. Oké, most a végzetem megjátszok. Ah. Ez most puszta szerencse volt igazából. Nem akarom senkinek se lerombolni az illúzióját, de ezt most a totál szerencséből élek. Itt még van valahol valami? Nem. Ezt úgy fest, hogy totál megcsináltam. Valahol még kell lennie ilyen nyomógombnak, mondjuk itt. Au, pontosan hogy mondod már jól. Király. Félre. Hol van még? Itt fent. Vagy lehet, hogy még az első gyűrűnél elhagytam pár. Most nem akarom kisajtolni. És itt még. Nem megnyomtam. Az összeset? Biztos, hogy megnyomtam el az összeset, akkor menjünk be abba a csőbe. Vajon hova vezet? Akkor valahol állít ezt totál nem aktiváltam, és már aktiválva is van ott megjelent a másik csillag, és ezt én valamit még mindig nem szeretem, és ezt majd... Mert reméztem, hogy a... Na, oké, azt hiszem, most meg fogok halni. Hogy mikor meg fog jelenni az üstökös, akkor majd ezt a pályát kell megcsinálnom csak felgyorsítva. Ha jól emlékszem, akkor ez az a galaxis, már még mindig bolygó, vagy minek nevezhetném. Meg valami lézersugár bántani akar engem, meg akarja fogni a fenekemet, vagy valami ilyesmi. Hol kell mennem? Oké, a tüskék meg ilyenkor is bántanak, most nem kéne kinyírni magunkat.
Szerintem itt lesz valahol a... Tudja a faszom, hogy hol lesz. Úgy nézek ki, mint aki figyelt. Hallom, hogy csillog. Itt is vagy. Halleluja! Juhu! The flip switch chain. Franco 75 csillag. Elmentjük a játékot, mert most abba vagyom. Szóval, köszönjük, hogy néztetek, viszont legközelebb, és addig is sziasztok!